Ha nem tudod, milyen magas sarkút válasz a tánchoz, akkor itt a segítség. Először is, ebben a videóban a magas sarkus utcai táncokhoz szeretnék egy kis tippet adni, tehát nem a latin táncokhoz, tehát nem salsa, bachata, illetve a versenytáncokhoz, ahhoz teljesen más cipőt javaslok. Most azt nézzük meg, hogy a heelsre, magas sarkus utcai táncokra milyen cipők azok, amik alkalmasak. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit semmiképpen nem javaslok, az a platformcipő. Platformcipő, szandál, bármi, ami ilyen egybetalpú vagy magasított talpú, mint például mondjuk ő. Nem tartja a bokádat, ez az első, tehát egy ilyen pánt az nem fog annyira stabilan tartani. Mivel egyben van a talpa, teljesen máshol van a testsúlyod, mint amit mondjuk a tánc megkövetelne, illetve tök merev a talpa. Nem jó. Tehát nem hajlik, nem fogod érezni a talajt, mivel ugye meg van emelve az eleje is, és hogyha megfigyeled, ugye itt van benne egy ilyen kis ív. Ez a cipő, ez inkább ugye sétálásra lett kitalálva. Táncnál nagyon fontos, hogy legyen kapcsolatod a talajjal, tehát a talpárnáiddal érezd a talajt, úgyhogy az ilyen jellegű cipőket nem annyira javaslom. Ami határeset, de én annyira nem javaslom ugye az utcai táncokhoz, ez a latin szandál. Annak ellenére, hogy a pántja, illetve a kialakítása már sokkal jobban tartja a bokádat, mint mondjuk egy platformcipő, stabil a sarka, párnázott az eleje, és ugye, hogyha megnézed, akkor már ennek vékony a talpa is. Annak ellenére ezt inkább ilyen latin táncokhoz, salsa, bachata, illetve ugye a latin versenytáncokhoz szokták javasolni, vagy szoktuk javasolni, és a másik fele pedig az, hogy nem tart oldalt sem annyira, illetve nem zárt a maga a szandál. Ez azért lenne fontos, mert sokszor lesz olyan, hogy oldalra csúsztatjuk a lábat, tehát mondjuk, hogyha így egyik lábadra guggolsz, a másik lábadat kicsúsztatod oldalra, lefekteted, akkor amíg nem vagy hozzászokva, addig elég fontos, hogy valami ott takarja a lábadat, hogy ne a bőrödet nyúzd le, hanem a cipő érintkezzen a talajjal. Szóval én azért fontosnak tartom ezt, de hogyha nincs más, ha ilyened van otthon, akkor nyugodtan elkezdheted ebben, és akkor majd, hogyha úgy érzed, hogy ideje váltani, akkor be tudsz szerezni egy másik jellegűt is. Attól függ, hogy ugye mennyire vagy gyakorlott magas sarkú viselésében. Hogyha egyáltalán nem használsz magas sarkút a hétköznapokban, természetesen akkor is ki tudod próbálni a magas sarkús táncokat, de olyankor érdemes valami ilyesmit választani elsőre, ugyanis ennek nem magas a sarka, vastag, atom stabil, és ugye a talpa is baromi jól kapaszkodik, tehát hogyha csúszós a talaj, akkor sem lesz probléma. Nagyon fontos, hogy ugye tartja a bokádat, és ahogy az előbb említettem, ez már zárt. Ez speciál egy utcai cipő, de én nagyon sokat használtam táncra, úgyhogy tapasztalatból tudom, hogy ez a típus kezdőként abszolút tökéletes. Hogyha már egy picit gyakorlottabb vagy, és hétköznapokban is használsz magas sarkút, akkor a következő lépcsőfok lehet egy ilyesmi, ugye szintén zárt, viszont, hogyha megfigyeled, egy picivel magasabb a sarka, de ez még mindig vastag és atomstabil. A bokát is tartja, nagyon fontos, és ez is nagyon stabil lesz, akármennyire úgy néz ki, nem tudom, mennyire látszik, ennek sincsen megemelve belül, tehát, hogy ennek is itt van a talpa, tehát ezzel is úgy nagyjából érezni lehet a talajt a talpad alatt. És akkor, ami a normál magas sarkú heelsre, az ugye valami ilyesmi, szintén vékony a talpa. Ez már ugye egy picit nyitott, de oldalt még mindig zárt, és magas a sarka, viszont vékony. Tehát ez már akkor, hogyha stabilan tudsz táncolni egy picivel vastagabb sarkú cipőben, vagy hogyha állandóan magas sarkúban vagy az utcán is,
akkor nyugodtan ki lehet ezt próbálni, de hogyha még instabilnak érzed egyáltalán a magassarkú viselését, akkor javaslom, hogy ne egy ilyennel kezdj. A lényeg az, hogy fokozatosan szoktasd hozzá magad a magassarkú viseléséhez tánc közben, hiszen tudod, táncolni magassarkúban egészen más, mint mondjuk sétálni magassarkúban, tehát az elején kihívást jelenthet akkor is, hogyha hozzá vagy szokva, de jó hír az, hogy baromi hamar bele lehet rázódni, szóval nem feltétlenül kell ilyen 20 000-es cipőket venni, elég az olcsóbb is, hiszen táncra heti egyszer vagy kétszer hordod, úgyhogy az elején, amíg ismerkedsz a stílussal, addig tök nyugodtan vegyél olyat, amit nem sajnálsz így a földön húzni. A lényeg az, hogy olyan cipőt válasz, ami tartja a bokád, és amiben dögösnek érzed magad.